Sziasztok! Tehát megnéztem, 100-nál több videó érkezett, és annyi jelent meg a nagy összefoglalóba, az összefoglalók összefoglalójába. Ugye 2 nappal ezelőtt, azt el kell, hogy mondjam, hogy ha kedvetek van, akkor itt lehet feliratkozni, a feliratkozás gomb. Vagy mezőre való kattintással, szóljatok mindenkinek, aki muzikális és van kedve daljátékot játszani, és hálában mutatok nektek egy nagyon furcsa dolgot, visszautalva a tegnapi dalra, egy unikumot. Ugye, amikor az vagy naponta írok egy dalt, akkor előveszem a régi jegyzeteimet, de olyan régit is találtam, amelyiket erre írtam. Tudjátok mi ez? Mondjuk így lett volna kvízszerű mutatni. Ez egy lyukkártya, ami a szobányi számítógépekben az adatokat hordozta, és hát így kilukaszgatták, és akkor az volt a igen kapu, nem kapu. Az van ráírva, de ez lehet is hülyeség. Ez így nem mehet tovább, de azért mégiscsak megy. Meg még egy másik, amit most nem sütök el. Na, és akkor itt ez a mai dalunk. Hát bizonyos fokig bajnok, mert minden idők legalacsonyabb BPM-jére íródott, ami nem jelenti azt, hogy a világ leglassabb száma lesz. Inkább egy ilyen műfaji vagy hangulati utalás, ugyanis ez egy ringató. És kivételesen mutatom a dalamot, mert ezt dalammal írtam és ringattam rá a saját gyerekeimet. De nem ez volt a szövegem, egy francia szöveg volt, de arra a dallamra írtam meg, július 15-én, és megmutatom. Tehát az a címe, hogy Úgy aludj és ringató. Ringatás. Úgy aludj, semmiről se tudj, semmiről, ami megzavarna, álom órán, földi időnek, földi gondnak nincs hatalma. Hát ez közelítő dallam, hogy körülbelül emlékszem, és a refrén se bonyolult. Úgy aludj, semmiről se tudj, úgy aludj, semmiről se tudj, úgy aludj, mint a régi út, rajta már senki nem jár, hóleppellel eltakarva, nem kutatja földi szempár. Úgy aludj, semmiről se tudj, úgy aludj, semmiről se tudj, úgy aludj, semmiről se tudj, semmiről, ami megzavarna, álom órán, földi időnek, földi gondnak nincs hatalma. Úgy aludj, semmiről se tudj, úgy aludj, semmiről se tudj, úgy aludj, semmiről se tudj, úgy aludj, semmiről se tudj. Ébresztő, eddig volt a ringató, remélem sokan elaludtatok. A kérésem annyi, hogy akinek van kedve, énekelj el. Én ezt a dalamot mutatom, szeretem, javaslom. Ha ezzel a dalom, akkor kérek valami hangszerkísérletet, vagy vokált, vagy kórust hozzá. De hát ez egy ringató, tehát minél személyesebb, minél finomabb, visszafogottabb, minél jobban oda képzeljétek ezt a kisgyereket vagy kisbabát, annál ringatóbb lesz. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan. Szevasztok holnapig!